Fotosné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadárs község polgármesterét a településen zajló önkormányzat tulajdonában lévő utak javításáról kérdeztük. A Tiszaderzsi önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy a tulajdonukban lévő utak állapota megfelelő, járható legyen, mondta televíziónknak Fotosné Ceglédi Zsuzsanna, Tiszaderzs község polgármestere. Önkormányzatunk egyik legfontosabb feladata, hogy a tulajdonunkban lévő utak állapota megfelelő, járható legyen. Ezért minden évben szoktunk pályázni a belügyminisztérium által kiírt pályázatra, és 2020 évben is a nyertes pályázatunkból tudtuk felújítani az itt, ahol állunk, itt lévő Május 1 utcát. Ez egy régi aszfaltos út volt, ami nagyon rossz állapotban volt, kátyús, nem igazán volt már járható, és ez az út pályázatnak köszönhetően egy új aszfaltborítást, megfelelő patkát kapott. A Május 1 út mellett egy másik utcát is le tudtunk aszfaltozni, úgyhogy ezzel a pályázatnak köszönhetően ugye két útszakaszt újult meg, és vált a lakosság, az ott lakók nagy örömére járhatóvá, és mondják is az itt élő emberek, hogy mióta megcsináltuk az utat, jól megnövekedett a forgalom. Ez évben is már adtunk be pályázatot, szintén útfelújításra, abból az Ady Endre utcát szeretnénk szintén felújítani. Ez egy eléggé forgalmas útszakasz, úgyhogy nagyon ráfér a felújítás. Azokat az utcákat, amiket nem tudunk pályázat útján megjavítani, azt igyekszünk a közmunkaprogram, közút programjában lévő dolgozókkal, zúzott kővel, zúzott kő alappal ellátni, és folyamatosan arra törekszünk, hogy ugye mindenhol biztonságban tudjanak közlekedni az ott lakók, az itt élők.